Sziasztok, ez egy újabb Wild Rift videó, és ebben a videóban akalizni fogunk. Azért, mivel volt egy néző, aki kérte, hogy csináljak egy videót a Headhunter akali skinbe, tehát a fejvadász akali skinbe. Én megmondtam, hogy oké, miért ne legyen belőle tartalom. Úgyhogy el is indítok egy ranked meccset. Annyit kell tudni, hogy jelenleg akalival a szerver top 113 vagyok. Szóval hát ez annyit jelent, hogy nem igazán kéne veszíteni, bár a statok alapján nyilván akalival teljesítik a legjobban trankedbe. Hát itt vannak ilyen fura statok, 8-6, 6-7, de a lényeg az, hogy nyertük, ott volt egy gyari meccs, ezt ne kérdezzétek. Ugye az, hogy jött össze. Hát, ja. Ez ilyenekről inkább nem érdemes beszélni. Na, és akkor accept. Húha, és solo lane kaptam, ne. Mi a rák ez? Ja, solo lane kaptam. Olyan furán jelezte itt hirtelen. Akkor lehet, hogy nem akali lenne a legjobb választás, hogy biztos, úgyhogy ez egy nagy fail lesz így. Megnézzük, hogy szólnak-e, hogy nem tankot hozok. Bár itt az a baj, hogy kéne tank. Így meg akkor el leszek a hibás. Kibannalom Malphite-ot, vagy nem tudom mi legyen. Legyen egy Renekton-ban, mert mostanában azt is látok sokszor, és nagyon OP. Hát, jó, bepróbálkozok szerintem egy solo lénakalival. Én Amondo vagyok. Akkor egy másik build-el, szerintem. Amit látjátok, most nekem a top 1 number van, a playerének van a build beállítva. Jaja, a supportnak valami tankot kéne. Beírom, hogy PLS tank sup. Ja, vagy blitz rank is egy megoldható verzió lehet. Oké, szerencsére hoz tankot, meg hát Olaf is valamennyire tankos szerintem. Ugye itt van Headhunter Akali, jelzi is nekünk, hogy top 200, és hamarosan top 100, ha nem bukjuk el ezt a meccset. És Chanel-le leszek, jó? Hát oké. Nagyjából arra kell figyelnem, hogy hirtelen tud nagyon nagyot csebezni. Legalábbis amikor én játszottam vele, simán elraktam ilyen Darius-okat, meg ilyeneket. Ugye az volt a videóban is, meg videón kívül is játszottam vele. Ja, az amiről most beszélek, az videón kívül volt, na mindegy. Mindegy, értitek? Úgyhogy én egy HP-s itemmel fogok kezdeni, ami nem lesz más, mint a Infinity Orb, szerintem. Szerintem az lesz. Aztán összekaparok egy HP-s buildet. Ujjuj. Jó, kezdődik a meccs. Katarinánk meghalt. Pont ez a champion, hogyha ő behindben van, akkor nem nagyon tud mit kezdeni. Bassza meg, elrontottam. Jó, nem baj. Oké. Okay. Ez egyébként egy taktika lehet amúgy, hogy nem jönnek ki, csak akkor, amikor a wave az le van már feleződve, hogy az ő térfelükre billenjen a wave, ugye. Úgyhogy lehet, hogy kicsit le vagyok maradva. Itt solo lane-es taktikák terén. Bár mid lane-en is láttam ilyet, hogy valaki nem bújt elő, csak akkor, amikor ugye. Hogy lehet segített a dzsungelnek igazából, és csak túl gondolom. De nem a dzsungelnek, hanem a dzsungelesnek, ugye? Oké. Okay. Egyelőre nem olyan rossz a trade. Katarina egyszer meghalt a meccsel, én nagyszerű. Oké. Okay.
Csak nem kaptam ki egy full balfékekből álló csapatot. Bár ahogy látom, Duolén is be van szorítva, szóval nagyon biztató eddig ez a meccs. Hát, oké. Legalább szinte előnyben vagyok Shen ellen. Ugye a dzsungeles mas volt erre fele, szóval valószínűleg már tovább állt. Oké. Nem jön visszafele, de látjuk. Na, nincs level 5, ugye? Én nyomok egy flash-et, mert még sokszor jártam így, hogy úgy voltam vele, hogy beérek, és akkor mégse. Jó, de akkor most már tuti tovább áll, most már. Nyomtam egy ignite-ot, ezt lehet nem kellett volna. De legalább mi is hazamegyünk. Vagy nem. De. Megpróbálhatom volna megszakítani, de inkább nem megyek be turret alá, mondjuk még maradt ő is, szóval nem tudja szerintem, hogy itt vagyok. Mindegy, előbb bújok, mert a Canon Minion fontos. És itt a végem valószínűleg jó, nem? Oké, okay, meghalt a Shen, meg kiment a Camille ulti, fasza. Most már tényleg hazamegyek. És akkor az Infinity Orb lesz az, amivel kezdek. Utána igazából solo lane-en úgy van, hogy hogyha megnézed, hogy a lane társad ugye ott maradt-e, akkor nem kell menned, vagy hát nem érdemes, mivel ha elbukod itt a tudatot, akkor az nagyobb hátrány, mint hogyha nekik 4v4-ben nem sikerül elhozniuk a objektívet, ugye? Mint az, hogy ott lenné öten, vagy ott lennétek öten, és akkor hoppá elvittétek a dragont. Húrá, közben meg a solo lane, ez már sehol sincsen a helyén. Úgy látom, hogy kimentsen segíteni, de valószínűleg kiultizott. De nem halt meg a Katarina, szerencsére rájött ő is, hogy kicsit óvatosabban kéne játszogatni. Szóval, szóval, ja. Ha nincsen itt, amikor jön, de már ugye megjött a dragon, ugye itt van, akkor nekünk se kell menni, nem érdemes itt hagyni a lént, mert betolja. És valószínűleg még tier 2-ig is fogja tolni, tehát ez így szokott lenni. Szóló léneseket nem szabad egyedül hagyni. Úgyhogy most ő is okosabb, torony alatt játszik, igazából ez azt eredményezi, hogy ez fog menni itt, addig, ameddig meg nem öljük egymást. De a itemé haza tépézek. Közben lehet, hogy majd elkezdek arra fele menni, mert ahogy látom, nagyon nem boldogulnak. Jó, az a Katarina ulti, ez mondjuk egy jó. Aha, Shen, az meg ott van. Ja, ő neki ugye van ilyen ultia, sajnos. Hát nem éri meg szerintem oda már bemenni. Helyette megnézem, hogy van-e ward. Nincs ward, fasza. Ja, de itt van egy. Lehet, hogy az ADC-t meg kéne támadni. Hoppá, mondjuk ott látod szerintem. Mindegy. Vigyük el a dragont, mert az Infernal Dragon nagyon fontos itt. Itt jönnek majd. Nem tudom, hogy Camille ultimával valószínűleg visszatöltődött. A dzsungelesnek fókuszálnia kéne. Oké. De mi ugrik ki a dragontól? Hát, Istenem. A Pali kiugrik a dragontól, bazd meg, nem hiszem el. Nem baj, elhozzuk most már. Látjátok, Shen az már tolja a tudetet, valószínűleg már nem is fog belőle semmi maradni, mire visszaérek, de legalább elosztok a dragont, meglátjuk, hogy mennyire fogok, vagy mennyire megyünk majd vele. És a armoros cipét veszem, mivel itt nincsen AP-s, champ, úgyhogy, ja.
És ennyi volt a tudatám. És innen már nehezen tudok igazából itt Szolólénen bármit kezdeni, tudat nélkül, szóval most már vagy megyek majd rómolni Duolénre, vagy itt leszek minden én is, és akkor, ja. De ha meglátom, hogy tolná a tír kettes tudatet a sen, akkor egyértelműen visszamegyek. Hoppá, mondjuk az probléma, de nem baj. Jó, jövök. Megnézem, hogy itt van-e ward. Nincs, jó. Jött a semmi. És ott is van. Csak közben meg minden. Nem tudom, hogy mi történt. Jó. Következő lehet. Legyen a Lichbane. Ott jelzek, hogy retreat. Úgyhogy így ni. Oké. Gyors megnézem, van-e ward. Látom a sent, ugye. Egyelőre nem megy. Hopp, ezt tissük ki. Hoppá, jó volt a... Ah, most nem ért el. Oké. Egyébként volt egy izé. Kamil. Ez komoly. Nem kellett volna flash-elnem, szerintem hiesség volt, de... Biztosra akartam menni, hogy ki tudjuk szedni. Hoppá, vissza akartam volna húzni magam, de már nem volt idő. Közben jelzek, hogy amúgy ott Duolénen meg... Mindjárt betolják a tier 2-es tudatet is. Közben visszajövök, mert itt is betoltassan a Minion Wave-et. Ezt tett visszaáptolom. Látjátok? Itt sokszor már nem a fight-ok döntik el, hanem az, hogy mennyire hozzuk a tudateket. Megjelzek, hogy visszaáll. Ja, itt én is megpróbálom betolni most a tudatet. Mert sen szerintem most nincsen a közelbe, mondjuk nincsen Canon Minion, szóval ez problémás lehet, de nem baj. Meg mire ide ér az a kövű wave. De ne, ne menjetek annyira középre. Főleg úgy, hogy nekünk nem áll már a tudatunk, ki, ha megvan a izé. Meg lesz a Stasis Enchant is. Ja, nem lesz meg. Hülye vagyok, na mindegy. Jó, jövök ki én is, jelzek. Mindig rosszat jelzek, bazd meg, nem? Enemy missing, hanem hogy on my way. Oké. Okay. Dzsungelesünk az ott van hátul, jó. Kiszedem ezt a wardot. Oké, okay, most már valószínűleg a sen is itt lesz. Aha, volt egy fókusz, jó. Kaptam a stunt, de jó, ezt a teamfightot megnyertük, lehet fordulni a dragonra, meg tolni a tudatet. De szerintem ez, ha úgy lett volna flash-em, megöltem volna, azt tuti szerintem. Mindegy, ott jelzik, hogy retreat, betolom itt is a tudatet, és nagyon faszán fogunk állni ezután. Fasza. Annyira úgy látom, hogy nem szükséges a HP, hogyha továbbra is ennyire jól fogom csinálni, hát nem mintha valami jól csinálnám. De hogyha továbbra is így tudok beugorni a teamfightokba, hogy nem fognak eltüntetni 0,1 másodperc alatt, akkor nem fogok a HP-ra menni. Jól csinálják, hogy ráfordulnak a Rift Heraldra, jövök én is. Bár nincsen ward. És belopta, hát beszarok. Hát ez már csak azért, hogy lássák azért a dolgokat. Jó, most már vissza. Mondjuk lehet, hogy kéne az a HP. De mindegy most már. Majd lehet egy Guardian Angel-t, és akkor ilyen régebbi fajta buildet, amit régebben használtam. És akkor most visszább. Jövök én is.
És akkor itt úgy beugrok, hogy gatya. Oké, vissza, 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 vissza. Vagy szép. Jó, szedjük a tudatet. Hoppa, mondjuk ez ki fog fókuszálni. Jó. Ó, most meghaltam volna, azt tuti. Jó. Mennyi idő, mire élednek? Egyébként most azért voltam ennyire magabiztos, hogy beugorhatok. Mivel, amint mondtam, vagy hát majd fogom mondani az akali tippes videóban, amit készítek jelenleg. Amint dolgozok, hogy van egy olyan pillanat, vagy hát van olyan pillanat, amikor annyira nagy a Magic Dimidzset, hogy bevállalhatsz ilyeneket. Én most pont annyira nem sikerült lesebezni az egész rakást, aki ott volt, de amit láttátok, azért volt ott Dimidzs, meg minden. Szóval, ja, ilyenkor simán be lehet ugarni, mert egy az, hogy olyanokat Dimidzselsz, hogy ketté szakadnak. Másik meg az, hogy ilyenkorra már van Stasis Enchantod, meg ott a csapatod még melletted, aki még pluszba segít, ugye. Azon felül, hogy te lefél HP-zed az egészet. Jó, itt látjátok, itt is már nem is kellettem. Jelzek egyet, hogy ott a Camilla split push-sal, de ilyenkor már nem nagyon szokott segíteni az ilyesmi. De igazából mindenhonnan vissza lehet jönni, de én azt mondom, hogy ez a meccs már megvan. És nem akarom elszólni magamat, de azért van egy szint, onnan már szinte lehetetlen visszajönni. Innen is vissza lehet, hogyha a csapat, az enemy csapat elhülyéskedni, tehát folyamat fájtolna. De azért mi mentünk az objektívekre végig, és lehet, hogy ennyi is volt ez a meccs. Egy nem. Egy hit. 10 HP. Itt is látszik, hogy már le akart endelni a pali, ami egy jó dolog. Oké, most haza TP-zünk. Mindegy, most már jó ez a build igazából, ez a meccshez. Még meg kéne csinálni a level 15-öt. Leszedni egy baronna sort. És akkor lenne olyan magic damage-em, hogy... K.O. Csak ne bohóckodjuk el a meccset, az a lényeg. Hopp. Puff. Így. Hopp. Na jó, most már rendeljük le a meccset, tényleg ne szórakozzunk ittán. Mert az én nekem kell levin, és ott is van. Megnézzük ezután, hova dobott fel, és ez az. Kaptam egy csomó pontot. Jó, hát nem a legtöbbet, mert van ilyen 300 pluszos is. De ez most egy átíres meccs lesz, ugye? Ja, átír, fasza. Jó, ostat minden. Nézzük meg, hogy hova dobott fel a ranglit rán. És kaptunk egy ilyen izét. Nagyszerű. Úgyhogy állunk, champion, akali, top 113. Mondjuk kéne egy reset valószínűleg, hogy jelezze, hogy hol is vagyok. Na de mindegy, akkor ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Tényleg ezután már nem mindig szeretnék akalis videókat, mert tényleg itt többféle tartalom kell, nem mindig csak akali. De azért remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Szevasztok!